Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, konstruktív ellenzéki pártként az előttünk fekvő törvényjavaslat előnyeit megtartva, hátrányát kiküszöbölve módosító javaslattal szeretnénk kihúzni ezt a bizonyos méregfogat, hiszen jogos az az indítvány, hogy az önkormányzati és az EP választást költséghatékonyság címén tartsuk egy napon, miként jogos szerintem az az érv is, ami talán még itt nem hangzott el, de szeretném hozzátenni mellékesen, hogy ne éljen a magyar társadalom például 2024-ben, szinte egész évben egy permanens kampányban. Szerintem nem egészséges, és megosztja a magyar társadalmat, a magyar embereket, összeugrasztja sok esetben, hogyha folyamatos kampányban kell, szinte leéljék az életüket. Nem egészséges tehát az, hogy ezt egy éven keresztül folytassuk 2024-ben, ezért indokolt a két választást összevonni a társadalmi béke jegyében is, és a már sokat emlegetett költséghatékonyság is jogos érv. Viszont az, hogy fél évig a leváltott polgármester, illetve az egész polgármesteri vezetés, egész képviselő testület maradjon hivatalban, hiszen sok esetben váltás lesz természetesen, az hát legfinomabban szólva is a motiválatlanság problémáját vetíti előre, vagy a felhatalmazás hiányának érzete miatti cselekvő képtelenséget, ez a legjóhiszeműbb megközelítés, de reális azt feltételezzük, hogy sok esetben akár bosszúként, akár már minden mindegy alapon, akár utolsó nagy lehetőségként még egy jó nagyot markol a közösbe, például jellemzően a polgármester, de akár egy adott képviselő is hatalmával visszaélve, és bizony sok esetben láthattuk, hogy ilyen esetekben úgymond az utolsó pillanatban még szétlopják a közöset. Más esetekben önkormányzati választás után egy választás utáni héten való polgármesteri szerződés kötést is milyen gyakran sérelmezünk. Sérelmeznek sokan, és joggal. Én arra kérem önöket, én tudom, hogy itt a felszólalások 99%-a az igazából nem is a képviselőknek szól, még ha így is szólítják meg általában a felszólalók a beszédük elején a hallgatókat, hanem ennél szélesebb közvéleménynek, és egy kicsit talán képmutatás is, de most nagyon őszintén arra kérem önöket, hogy tényleg fogadják meg azt a módosító javaslatot, amelynek mellőzése esetén talán még nem látják, de 2024 tavaszának végén csőstül fog jönni a baj, amikor nagyon sok leváltott polgármester fog tragikus döntéseket hozni, vagy éppen nem fog csinálni semmit azokban a hónapokban, nem lesz elérhető a helyi lakosok számára, és döntésképtelenséget fog mutatni az önkormányzat. Ezért azt javaslom, hogy rövidítsük le ezt a ciklust, és mivel létezik, mivel a javaslat vége felé ugye látjuk is a hatályba léptető rendelkezések kapcsán azt is, hogy lehet bizony ezt is módosítani, hogy az önkormányzati választás jelenlegi ciklusa az ne október 1-jéig tartson, hanem az Európai Parlament választás napján járjon le az önkormányzatok mandátuma is. Mondhatják persze azt, hogy hát ők 5 évre szerződtek, úgymond, de hát ember tervez, és nagyon sokszor ugye itt az országgyűlés pedig az emberek mindennapjait érintő kérdésekben írja át a mindennapokat is a hatályos szabályozást. Én azt gondolom, hogy így is még egy 4 évnél hosszabb, 4,5 éves mandátumot kaphatnak, illetve jó előre közölni az országgyűlés minden testülettel, hogy 2024 tavaszán, május végén az európai parlamenti választások napján véget érne a mandátum, illetve ha jól végzik munkájukat, természetesen folytathatják, hogyha szeretnék a következő ciklusban is. Tehát nem érzek én is semmi méltánytalanságot, nem érzek semmilyen alkotmányossági aggályt, annál is inkább magát az alaptörvényt módosítjuk. Ilyen értelemben viszont lehetőség volna arra, hogy ne legyen egy ilyen csúszás, hogy fél évig egy már leváltott polgármester hozhasson még döntéseket, vagy éppen odázza el a szükséges döntéseket, hiszen egy települést adott esetben működtetni kell. Az, hogy az Európai Unióhoz, az Európai Parlamenthez akarnak már megint választást igazítani, az egyébként számomra az előbb említett költséghatékonysági szemponton túl önmagában nem támogatandó. Szerintem sokkal inkább az Európai Unió utáni életre kellene már felkészülni. Korán sem biztos, hogy lesz még a későbbiekben EP választás. Könnyen lehet, hogy ez lesz az utolsó EP választás, vagy legalábbis Magyarországon ez lesz az utolsó EP választás, de ezt talán majd a következő napirendi pontban az Európai Unió jövője kapcsán lehet megvitatni.
Viszont ha adott esetben mégis lenne, akkor ugye 2034-ben fordulhatna elő az, hogy egyszerre lenne országgyűlési, európai parlamenti és önkormányzati választás, meg ki tudja akár még 1-2-3-4 népszavazás is egy napon, de talán egy kicsit a bürokratikus rendszer csökkenthetnénk is, hogyha európai parlamenti választásokat akkor már talán nem kell tartani. Tisztelt országgyűlés, úgy érzem, hogy egy kisebb történelmi fordulatot is hozott a Mi Hazánk mozgalom megjelenése itt az országgyűlésben, ahogy egyébként 2010-ben az akkor még radikális, nemzeti radikális Jobbik is a Trianon megemlékezése kapcsán, hiszen korábban itt mindenféle szélsőségesnek, rasszistának, idegengyűlölőnek mondtak el minket, akik Trianon megemlékezést tartottunk egyfajta már-már föld alatti mozgalomként. Illegalitásba tolták ezeket a megemlékezéseket, aztán a megjelenésünkkel azt gondolom, hogy sikerült átírni a parlament napirendjét is, és hivatalos állami szintre lehetett emelni a Trianon megemlékezéseket, úgy, ahogy nyilvánvalóan egy kicsit narancsszínre festették, és kicsit ünneppé próbálják már beállítani, de mégis történt egy paradigmaváltás. Most hasonlóképpen a 64 vármegye ifjúsági mozgalom elnökéből lett pártelnök Torockai László vezetésével megjelent új párt, hozza el talán valamiféleképpen azt a politikai légkört, amiben a korábban elvetett, a rendszerváltáskor is elvetett, a 2011-es alaptörvény elfogadásakor is elvetett vármegyék megnevezést végre vissza lehet hozni, ami azt gondolom, hogy mindenképpen persze támogatandók, de a hagyományos elnevezéseknél indokoltabb volna érdemi változásokat is eszközölni. Szükség van például a rend megteremtéséhez a csendőrség felállítására. Bár sokak szerint a vármegye szó visszaállítása a kormány részéről egy kiüresedett és szimbolikus pótcselekvés, melynek egyetlen célja a Mi Hazánk mozgalomra való rálicitálás, de véleményem szerint elfogadható és támogatható a javaslat, mivel a megyék elnevezése a magyar történelmi hagyományokra, a történeti alkotmányunk vívmányaira tekint vissza, hiszen a közigazgatásunk alapvető területi egységei az államalapítástól kezdődően egészen 1949-ig a vármegyék voltak, amíg a diktatórikus kommunista rendszer meg nem szüntette. És az 1000 éves magyar államiság alkotmányos hagyományainak, közös történelmünk, emlékeink megőrzését is szolgálja, mely a hagyományőrzés szempontjából is üdvözlendő. Néhány tekintetben ugyanis elszoktunk a saját hagyományainktól, ezért, hogyha meglepőnek is, furcsának is hat néha egy-egy megnevezés, kívánatos oda visszatérni. Gondoljuk csak bele, hogyha a Tanácsköztársaság rémulma államterrorja folytatódhatott volna, és mondjuk népbiztosnak hívták volna a későbbiekben is, akár a mai nap is a minisztereket, akkor mennyire meg lennénk rökönyödve azon, ha mi azt mondjuk, hogy ezeket a terroristákat, ezeket a népbiztosokat felejtsük már el végre, és térjünk vissza a miniszter kifejezéshez, ugye, aminek a latin eredete, vagy jelentése a szolga, esetleg megrökönyödést is kiválthat bárkiben. Mégis ma miért nem rökönyödünk meg a miniszter kifejezésen? Azért, mert bevet volt régóta. Úgy gondolom, hogy ha nem lett volna a kommunista diktatúra, akkor ugyanilyen elfogadott lett volna, folyamatosan is ma is elfogadott lenne, mint ahogy néhány évben belül újból elfogadott lesz a főispán kifejezés is. Hozzáteszem, én már a századfordulón is Grespik Lászlónak, a fővárosi közigazgatási hivatalnak írt, közigazgatási hivatal vezetőjének írt levelemben főispán úrnak szólítottam Grespik Lászlót, aki azt gondolom, hogy kitűnően látta el feladatát, sőt, túl jól is, ha lehet ezt mondani, és mondjuk az Izrael általi gyarmatosításunknak hadat üzenve nem is csoda, hogy végül az első Orbán kormány leváltotta őt hamar a pozíciójából. Minden esetre a főispánok megjelenése szerintem szintén mindenképp üdvözlendő, és üdvözlendőbb, mint az, hogy mondjuk politikai igazgatók jelennek már itt meg az országgyűlésben, és egy államtitkár helyett adott esetben már egy politikai igazgató, jó, hogy nem politikai menedzser válaszol nekünk. Ez az új törvénymódosítás egyébként, hogy most már politikai igazgatók is létezhetnek, ez egyébként nem mutat igazán komoly koherenciát azzal, hogy ugyanakkor hagyománytisztelő módon a főispán megnevezést is szeretnék visszahozni, tehát azt viszont semmi esetre sem tudjuk támogatni a Mi Hazánk mozgalommal. Tisztelt országgyűlés!
örülnék, hogyha nem országgyűlésnek, hanem nemzetgyűlésnek is szólíthatnám a Nemesház falai közt működő testületet. Azonban bár 2014 óta a külhoni magyarok szavazataival is jön létre az országgyűlés, nagyjából egy mandátumról döntenek. A Fidesznek sem volt fontos azóta egyszer sem, a legutóbbi listaállítás során sem, hogy egy határon túli magyarnak is helyet biztosítsanak a nemzet templomában. Úgy tűnik, hogy csak a szavazataik kellenek. 2014 óta bár nemzetgyűlés is lehetne, vagy bizonyos értelemben az, de még sincs külhoni magyar képviselője. A Mi Hazánk mozgalom viszont majdnem történelmet írt. Az országgyűlésből nemzetgyűlés lehetett volna, ha első határon túli magyarként a pártunk listájának 10. helyén induló dr. Popé Gyula felvidéki történész, az MTA doktora is bekerül a magyar törvényhozásba, amire jó esély volt, nagyon reméltük is, de hát ilyen ellenszélben sajnos ez nekünk most nem sikerült. Biztatom azonban a többi pártot is arra, hogy legalább a következő ciklusban hozzanak be egy külhoni magyart az országgyűlésben, és akkor ne a Jobbikban elvetélt alapvetés után ne csak a Mi Hazánk mozgalom valósítsa ezt meg, hanem valóban a nemzet gyűlése lehessünk itt. És végül hadd hívjam föl egy érdemibb változtatás szükségességére is a figyelmet, amit egy fél mondatban már említettem, hiszen a csendőrség visszaállításával segíthetnénk a vármegyék közbiztonságának megteremtését. Ezt szorgalmazza a Mi Hazánk mozgalom. Mivel a rendőrség munkáját segíteni kell, egy tekintélyt parancsoló, helyismerettel rendelkező, karhatalmi vagy rendvédelmi feladatokra el nem vezényelhető állománnyal. Tehát a vármegyék és főispánok hagyományos elnevezése mellett érdemi változtatásra is szükség van a rend megteremtéséhez. Miután sokszor letelt az a bizonyos 2 hét, hazánkban mégis terjed az a szubkultúra, amely nem tartja be a társadalmi együttélés alapvető szabályait, hangoskodik, szemetel, állandó jelleggel zavarja, zaklatja a környezetét. A közrend helyreállítása érdekében létre kell tehát hozni a csendőrséget, amelynek hatásköre élesen el kell határolódjon a rendőrségétől. Míg az előbbi bűnmegelőzési, az utóbbi nyomozati feladatkört tölthetne be. A tekintélyt parancsoló, egyenruhát viselő, különleges kiképzés kapó csendőrség már megjelenésével is elriasztaná a bűnözőket. Prevencióra, bűnmegelőzésre van szükség, nem pedig arra, hogy egy megtörtént bűntény után helyszíneljen a rendvédelem. A jogköröket úgy javasoljuk kialakítani, hogy a rendőrség és a csendőrség tagjai a szükséges erővel fel tudjanak lépni a bűnözőkkel szemben, ha vármegyékben. Ne kelljen attól tartaniuk, hogy őket hurcolják meg egy intézkedés miatt, mert a bűnözőnek többlet jogai vannak, sajnos ma még. Rendkívül fontos, hogy visszaállítsuk a rendfenntartó erők tekintélyét. Ehhez bizonyos kifejezések is hozzásegíthetik egyébként az adott esetben az alakulatot. Tehát nem biztos, hogy a rendőrség jelenlegi állományában ez kialakítható, sőt szerintem egyébként nem. Amiben őket szocializálták, amilyen vezetése van, amivé alakult ma a rendőrség, amilyen a közmegítélése, igenis nincs tekintélyparancsoló megjelenése sem. Meg kell szüntetni tehát azt a liberális gyakorlatot, amely az elmúlt 30 évet is jellemezte sajnos, hogy a bűnözőnek gyakorlatilag több joga van, mint a rendőrnek. Fontos, hogy a csendőr ne féljen fellépni a bűnözővel szemben, a bűnöző pedig ne védekezhessen az intézkedéssel szemben származására vagy az emberi jogaira hivatkozva. Mindennél fontosabb a tisztességes emberek biztonsághoz fűződő joga, ezért van szükség a csendőrség megteremtésére többek közt, ami lehet, hogy 1-2 éve még irreálisnak tűnt, vagy nagyon távolinak, most viszont azt gondolom, hogy már csak 2 lépésre vagyunk tőle. Köszönöm figyelmüket!